ilyen egyedülálló ösztöndíj programot az egyetemen más karon nem hoztak létre, és hogy a gazdaságtudományi kar az élen jár a tehetséggondozásba az egyetemen belül. A Szegedi Tudomány Egyetem tehetségpontjának vezetője méltatta a karon működő vállalati és kari támogatások rendszerét, és arra biztatta a jelenlévőket, hogy kutassák fel és segítsék a tehetségeket. A kar dékánja is büszke az évek óta jól működő rendszerre, melynek keretében a hallgatók képzésének önköltségét 50 vagy akár 100%-ban átvállalják. A vállalati és alapítvány ösztöndíjakban az ismérveket a vállalati és alapítványi partnerek határozzák meg, nyilván a saját értékrendjeik és céljaiknak megfelelően. Mi egy dologban kérjük őket, és ebben mindig abszolút a partnerek, hogy a tanulmányi eredmények valamilyen szerepet játszanak mindenben. A gazdaságtudományi kar tehetségösztöndíjban pedig kizárólag a tanulmányi eredmények játszanak szerepet, nevén nevezve a tanulmányi átlag. Mivel az állami finanszírozású helyeket a kormány a gazdaságtudományi karokon drasztikusan csökkentette, így aki itt akar tanulni, annak alaposan zsebbe kell nyúlni, mert a tandíj fél évente közel 200.000 forintot jelent. A kezdetektől fogva igyekeztem a családomat segíteni, próbáltam részt venni a költségeim finanszírozásában. Alapvetőleg már az elején hallottam, hogy vannak különböző lehetőségek, viszont nagyon elfoglalt voltam, dolgoztam, és így sajnos nem maradt idő erre a lehetőségre, hogy ezt kiaknázzam. A gazdaságtudományi karon nappali tagozaton 980 hallgatóból 120-an kapnak ösztöndíjat. A kar angol nyelvű képzése is népszerű, az itt tanuló külföldi diákok közül most 3-an kaptak támogatást.